győri rendőrkapitányság udvarán Vánci Attila városi rendőrkapitány várta a kerékpároz biztonságosan kampány nyertesét, hogy gratulálhasson neki és személyesen adhassa át a főnyereményt. A helyszínen Makai Zsuzsanna rendőr őrnagy elmondta, immár második alkalommal hirdették meg a versenyt, és a cél ezúttal is a közlekedési balesetek csökkentése volt. Kerékpáros balesetek megelőzése érdekében idén második alkalommal hirdettük meg a kerékpároz biztonságosan kampányt a Győr Plusz médiával közösen. A játék célja az volt, hogy a kerékpáros baleseteket megelőzzük. Egy Kressz Totót készítettünk, ami a kerékpárosokra volt kimondottan rászabva, és ezáltal is a kerékpárosok foglalkoznak a napi Kressz ismeretekkel, ismétlik őket, illetve az új szabályokat megtanulják. A verseny három fordulóból állt, minden fordulóban 13 plusz egy kérdést kellett megválaszolniuk a versenyzőknek. A Totó első fordulóján 110, a másodikban 86-an, a harmadikban pedig 68-an vettek részt. A játék nyertese mind a három Totót kitöltötte, és mindössze 2 hibapontot vétett. Ezzel ő produkálta a legjobb eredményt, amiért ez a szép Csepel kerékpár lett az ajándéka. A kerékpárt az Országos Baleset Megelőzési Bizottság által biztosított keretösszegből a Megyei Rendőr Főkapitányság Baleset Megelőzési Bizottsága bocsátotta rendelkezésünkre, és ez egy 21 sebességes csepelvárosi kerékpár, igazán minden kötelező alkatrésszel felszerelt. A legkevesebb hibapontos szelvények gazdáját is mikrofon végre kapta stábunk. János elárulta nekünk, hogy az új bringával feleségét lepi meg. Már gyerekkorom óta kerékpározom, és amellett döntöttem, hogy játszok ebbe a játékba, hogy páromnak is egy régebbi biciklije van, és megpróbáltam azt, hogy minél több helyes választ eltalálni, és így a szerencsével is páromnak megnyerni ezt a biciklit. Mennyire volt nehéz a teszt? Kellett hozzá segítség, vagy azért ment fejből? Hát nem volt egyszerű a teszt, voltak benne könnyebb és nehezebb kérdések. A könnyebb kérdések azok elég összetettek voltak, ami egy-két feladat utána néztem kresszkönyvbe is, de így is nehéz volt kitalálni, de azért szerencsére az eredményekből látszik, hogy sikerült. És mit szólsz a kerékpárhoz? Látjuk, hogy gyönyörű szép piros Csepel bicikliről van szó. Igen, nagyon tetszik, a páromnak fogom majd ajándékozni, mert egy női bicikli. Egyébként barát János és felesége még választhat, ugyanis a rendőrség úgy intézte, ha a nyertes szeretné, akkor a női kerékpárt férfire cserélheti.